Az Úr legyen benned, az Úr esztendő el.
Reményik Sándor, kegyelem. Először sírsz, azután átkozott, aztán imádkozol. Aztán megfeszített, körömszakadtig maradék erőd. Akarsz, egetostromló akarattal, s a lehetetlenség konok falán zúzod véresre koponyád. Aztán elalélsz. S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is, tompa kábulattal, szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak. Mindegy, mint hiába, a bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés. Akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára, erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat, hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, és egy pici csillag sétál szembe véled, és olyan közel jön, szépen, mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul. Akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán, csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem. Így az én,
6 óra volt, és annyira kifáradtam a karácsonyi vásáron, ahogy az egy jó tündérhez illik karácsony este. Tényleg tündér voltam, és tényleg karácsony este volt. 1995. decemberében, 16 évesen, két állásban is dolgoztam, hogy segítsek a szüleimnek kifizetni a taníttatásomat, és hogy egy kis külön pénzt gyűjtsek a nyaraláshoz. Az egyik állásomban a Mikulás számára készítettem gyermekfotókat, mint tündérke. Előző nap 12 órát dolgoztam összesen a két munkahelyemen, és 24-én olyan sok volt a munka, hogy egy kávészünet erejéig sem mozdulhattam el a Mikulás mellől. De már csak percek voltak hátra, tudtam, hogy mindjárt vége. Egy pillantást vetettem Shellyre, a főnökünkre, és ő bátorítóan visszamosolygott rám. Neki köszönhetem, hogy végig kibírtam. Az idény felénél vette át a főnökséget, és egészen más volt, mint az elődje. A stressz elmúlt, és egyszeriben kihívásnak éreztem a munkát. Nem kiabált az alkalmazottakkal, inkább bíztatott és támogatott. Elérte, hogy összetartsunk és együttműködjünk egymással. Amikor az őrület a tetőfokára hágott, akkor is volt számunkra egy-egy kedves mosolya és bíztató szava. Az ő vezetése alatt mi adtuk el a legtöbb fényképet a kaliforniai vásáron. Tudtam, hogy nehéz időket él át, mert nemrégiben volt egy elvetélt terhessége. Reménykedtem benne, hogy tudja, milyen remek főnök, és mennyire szeretik az alkalmazottai, sőt a kisgyerekek is, akik fényképezkedni jönnek hozzánk. 7-ig tartott nyitva a bódink. 6-kor apadni kezdett a forgalom, és végre lett egy kis időm. Nem volt sok pénzem, de akartam venni Shellynek valami apró ajándékot, hogy tudja, mennyire becsüljük őt. Éppen záráskor értem az illatszerbolthoz. Sajnálom, zárva vagyunk, csattant fel az alkalmazott, aki ugyanolyan kimerültnek látszott, mint jó magam, és a hangjából egy cseppet sem érződött a sajnálat. Körülnéztem, és szomorúan vettem tudomásul, hogy a környéken az összes bolt bezárt. Annyira fáradt voltam, hogy addig észre sem vettem. Ezt aztán alaposan elpuskáztam. Egész nap meg sem álltam, és egy perccel lekéstem az ajándékvásárlásról. Amint visszafelé tartottam a Mikulás bódéhoz, megláttam egy nyitvatartó áruházat. Féltem, hogy bármelyik pillanatban bezárhatnak, ezért sietve kerestem meg az ajándékrészleget. Ahogy végig száguldottam az áruházon, egyszerűen úgy éreztem, nagy feltűnést keltek. Az összes többi vásárló olyan jó öltözöttnek, tehetősnek látszott. Én pedig csak egy szakadt tinédzser voltam tündérjelmezben. Hogy is gondolhattam, hogy egy ilyen flancos áruházban bármit is találhatok 15 dollár alatt? Azért öntudatosan haladtam az ajándékosztály felé. Az eladó személyzet egyik tagja, aki úgy nézett ki, mintha éppen egy divatbemutató kifutójáról lépett volna elém, megszólított, hogy mit segíthet. Az arra járók mind felénk fordultak. Köszönöm, nem tud segíteni, feleltem alig hallhatóan. A szemembe nézett és elmosolyodott. De igen, szeretnék segíteni. Megmondtam neki, kinek szeretnék ajándékot venni és miért. Azután félénken bevallottam, hogy csupán 15 dollárom van erre a célra. Olyan kedvesen nézett rám, mintha legalábbis 1500 dollárt akartam volna elkölteni az üzletben. Eddigre az osztály kiürült, ő pedig figyelmesen körbejárt, és kiválasztott egy kis kosárra való apróságot. Összesen 14 dollár 9 centbe került. Az áruház zárt. Amikor beütötte a pénztárgépbe az árut, leoltották a villanyokat. Arra gondoltam, ha haza tudnék menni, szépen becsomagolhatnám, de erre már nincs idő. Az eladó nő, mintha olvasott volna a gondolataimban, megkérdezte, becsomagoljam? Igen, kérem, mondtam. Eddigre az áruház bezárt. A hangos bemondón egy hang megkérdezte, tartózkodnak-e még vásárlók az épületben. Tudtam, hogy az én eladónőm ugyanúgy szeretne már hazaindulni karácsony este, mint mindenki más. És szegény ott állt egy gyerek és a nyavajás ajándéka miatt.
Mégis bement a hátsó helyiségbe, és amikor visszatért, olyan gyönyörű kosarat hozott magával, amilyet még soha életemben nem láttam. Ezüst és arany papírokba volt csomagolva. Úgy nézett ki, mintha legalábbis $50 költöttem volna rá. Nem hittem a szememnek. Rettenetesen boldog voltam. Amikor megköszöntem neki, azt mondta. Ti tündérek, olyan sok embernek adtok örömöt odakinn a vásárban. Én is akartam neked egy kis örömet szerezni. Boldog karácsony, Shelley, mondtam a bódéba visszatérve. A főnökömnek a lélegzete is elállt. Úgy meghatódott, hogy örömkönnyek potyogtak a szeméből. Reméltem, hogy ez megadta a karácsony kellemes alaphangulatát. Az ünnepek alatt sokszor eszembe jutott annak az eladónőnek a kedvessége és igyekezete, és hogy milyen nagy örömet szerzett nekem, meg a főnökömnek. Úgy gondoltam, a minimum, amit megtehetek, hogy egy levélben megírom ezt az áruháznak. Nagyjából egy héttel később választ is kaptam, melyben az áruház megköszönte, hogy írtam nekik. Azt hittem, az ügy ezzel le van zárva. Egészen január közepéig. Ekkor ugyanis Stephanie, az eladónő, felhívott telefonon. Meghívott ebédelni, engem, egy $15 16 éves vásárlót. Amikor találkoztunk, megölelt, ajándékot adott nekem, és elmesélte a következő történetet. Egy nemrégiben tartott közgyűlésen meglátta a nevét, a legjobb dolgozó címre jelöltek listáján. Zavarba jött, és nagyon izgatott volt, mert korábban még sosem jelölték. Azután bejelentették, hogy ő lett a győztes, a legjobb dolgozó. Amikor kiment, hogy átvegye a jutalmat, az igazgató hangosan felolvasta a levelemet. Mindenki megölelte Stephanie-t, és nagy tapsot kapott. A győzelem azt jelentette, hogy a fényképét kiteszik az áruház hajjában, új névjegykártyát kap, melyen szerepel, hogy ő az áruház legjobb dolgozója. Kap egy 14 karátos aranykitűzőt és $100 pénzjutalmat. Ezen kívül ő képviselheti az osztályát a megyei közgyűlésen. A megyei közgyűlésen újra felolvasták a levelemet, és mindenki állva ünnepelte Stephanie-t. Azt szeretnénk, ha minden dolgozónk ilyen lenne, mondta az igazgató, aki felolvasta a levelet. Egy kicsit már rám is átragadt túláradó öröme, amikor megragadta a kezemet, és azt mondta. De nem ez a legjobb az egészben. Az áruházi közgyűlésről hazavittem a legjobb dolgozó címre jelöltek listájának egy példányát, mögé tettem a leveledet, és a $100 csekket, amit nyertem. Az egész paksamétát odaadtam az édesapámnak. Miután végigolvasta a listát, megkérdezte. Mikor derül ki, hogy ki nyert? Én nyertem, apa, mondtam. A szemembe nézett, és azt mondta. Stephanie, nagyon büszke vagyok rád. Majd halkan hozzátette. Apám még soha nem mondta azelőtt, hogy büszke rám. Azt hiszem, sosem fogom elfelejteni azt a pillanatot. Akkor döbbentem rá, milyen nagyszerű ajándék lehet az elismerés. Az elismerés, melyet Shelley kapott az alkalmazottaitól. Egy láncreakciót indított be. Stephanie csodálatos kosara, az én levelem, mely legalább 3 életet változtatott meg. Bár egész életemben ezt hallottam, mégis azon a karácsonyon értettem meg igazán, amikor tündér voltam és kispénzű tinédzser, hogy a legnagyobb változásokat apró dolgok indítják el.
tiszteltetés, hogy a záró utolsó kórus szám előtt egy pár gondolatban összegezzek talán, vagy előre mutassak, és ebben szeretnék megosztani egy-két gondolatot. Nem tudom, hogy ki hogy érte meg az elmúlt 3 napot a karácsonyt, ami tulajdonképpen véget is ért, ha úgy vesszük. Elmúlt ez a 3 nap, és még mi is tartogatjuk, körülbelül van egy olyan 20 cm-es bárki darabunk, nem tudom, kinek maradt még, de így elmúlt ez az időszak, és nem tudom, hogy kiben milyen érzések vannak még jelen. Lehet, hogy még eljutunk egy-két családtaghoz, mi is készülünk holnap utazni Pécsre, de azért alapvetően elmondható, hogy úgy vége van, és nem tudom, hogy ki örül neki, és ki az, aki azt mondja, hogy hát azért még jó lett volna egy kicsit megélni ezt tartalmasabban, mélyebben, még jobban megpihenve, még jobban, még mélyebben töltekezni. És én azt gondolom, hogy függetlenül attól, hogy valaki vallásos vagy sem, szinte mindenki tudja, hogy ennek az ünnepnek a középpontjában a megváltó születése áll. És ha jobban belegondolunk az e mögötti üzenetre, akkor az egyik drámai gondolat a következő, több is van. Az egyik drámai gondolat számomra úgy szól, hogy a karácsony üzenete az, hogy az ember annyira, hát ha úgy tetszik, reménytelenül elveszett, hogy egy megváltó személynek kell a földre jönni ahhoz, hogy visszavezesse azokat önmagához, akik erre nyitottak, és akik akarják látni ezt az állapotot. És az, hogy mennyire vagyunk bajban, számomra az is mutatja, mennyire vagyunk bajban, hogy a karácsonyból is, ami elvileg ugye a szeretet ünnepe, így is szokták hívni, ebből is sokan ünnepet, illetve egy olyan üzletet csinálnak, ami illúzió. Nemrég egy kedves barátom mondta nem messze ide, hogy karácsony neki azért fontos, mert amikor karácsonykor együtt volt a családtagjaival, akkor hát nem volt úgy az otthoni légkör, de legalább karácsony idejére, hogy megemberelték magukat a családtagok, és legalább az illúziót jó volt tartani és élni, hogy akkor egy család vagyunk, akkor működünk valahogy, és tudja, hogy az nem valódi és nem egy tartós dolog, de legalább az illúzió legyen meg, ha már nincsen meg a valóság. És nem tudom, hogy ki hogy van ezzel a gondolattal, ki éli meg a maga teljességében ezt, és ki az, aki úgy érzi, hogy van hiánya. Én azt figyeltem meg egyébként, hogy 2-3 napig vagy egy hétig mindenki tud viselkedni. És ugye a szeretet ünnepén mégiscsak illik szeretni egymást, és ilyenkor egy pár napra félre tudom tenni a nehezteléseimet, a rossz érzéseimet. De utána sikerül-e? Nekem ez a kérdés. Egyébként egy pár évvel ezelőtt össze is írtam, hogy én miért szeretem, vagy miért nem szeretem a karácsonyt. És ha most azt kérném, hogy tegye föl a kezét az, aki szereti, akkor valószínűleg többen lennének azok, akik kedvelik, és talán kevesebben, akik nem. És én is leírtam magamnak, hogy én miért szeretem. Én kifejezetten szeretem azért, mert ilyenkor én azt gondolom, hogy türelmesebbek vagyunk. Ilyenkor figyelmesebbek vagyunk. Ilyenkor jó, rohanunk az ünnepek előtt, talán túlpörgésben is, de ilyenkor kicsit megállunk, kicsit lelassulunk, kicsit csendesebbek vagyunk, kicsit tudunk befelé is figyelni. Erre máskor általában nincs idő, vagy egyszerűen nem adódik rá tér. Én szeretem azért is, mert ilyenkor nagyobb a nyitottság, nagyobb a lehetőség arra, hogy valódi értékekről legyen szó. Ilyenkor tudunk intenzívebben találkozni másokkal, és valóban érdekel is, hogy elmondja, hogy mi van vele, hogy mi történik benne, körülötte. Ilyenkor jó a családtagjainkkal is minőségi időt tölteni, és ilyenkor jó megosztani a kudarcainkat, az örömeinket. Szeretem azért is, mert ahogy a Bibliában is olvashatjuk, ott szerepel, hogy jobb adni, mint kapni. És ilyenkor többen tényleg arra készülnek, ahogy a történetbeli fiatal tínédzser lány is, hogy megajándékozzák azokat, akik nekik fontosak. És az ajándék keresésnek az öröme, vagy az, hogy látni, hogy az ajándékom az célt ért, és a másiknak valóban egy fontos szükségetét töltöttem be. Vagy akár az, hogy rám gondol valaki, és hogy én kapok valami személyeset. Az jó. És azt figyeltem meg, hogy ilyenkor még a megvetettekre, a hajléktalanokra, a társadalom periférián lévő emberekre is egy kicsit több figyelem jut. Legyen egy jó napja, hát elvégleg karácsony van, szokták mondani.
ami elég szomorú így önmagában, de hát legalább ilyenkor. Bár ez kicsit műanyag, de azért mégis. Szeretem azért is a karácsony, mert ilyenkor a városok, az utcák egy falun belül is egy kicsit nagyobb fénybe, díszbe öltöznek. A fiaimmal leszottunk néha sétálni ide a kis Betlehemeshez, tetszik nekik az a sok villódzó fény a fán. Mi is tettünk ki az ablakba, meg a kis bótíves ajtónk elé. És jó ez a fajta más hangulat. Más illatok keringenek a levegőbe. Nem tudom, milyen családnak milyen különleges ünnepi étrendje van ilyenkor. Nekünk is van visszatérő karácsonyi ételünk. És van egy olyan atmoszféra, ami csak így december, csak így karácsony tájékán élhető, tapasztalható meg. És szeretem azért is a karácsony, mert azt tapasztalom, hogy sokakban ott él a vágy egy olyan jobb világ után, ahol ezek az értékek állandóak. Ahol ez nem csak időszakos, nem csak pár napról szól. De el kell mondjam, hogy nem szeretem a karácsonyt, és elmondom azt is, hogy miért. Nem szeretem azért, mert sajnos csak egy hétig tapasztalható a nagyobb türelem, a nagyobb figyelem, a nagyobb összetartozás érzés. Az, hogy tényleg fontos, hogy a másikkal mi történik, és hogy milyen szükségletei vannak. És akkor felmerül a kérdés, hogy mi van a másik 51 héttel? És már előre szomorkodom ilyenkor, mert félek a törékenysége miatt. És azért sem szeretem, mert közhely. Sokszor. Azok a frázisok, amiket ilyenkor mondunk a szeretetről, azok sokszor olyan üresen csengők, olyan tartalom nélküliek. És hamar elindul, és le is leplezi magát, mert a szeretet pont attól igazi, hogy nem múlik el, nem? Ha elmúlik, hogyha megkopik a fénye, akkor az hamis szeretet. És legtöbbször azért nem szeretem, mint keresztény ember, mert pont a szeretet lényege hiányzik belőle. Maga Krisztus. Nem szeretem, mert azt a jelentését is elveszítette, ami benne volt még korábban. Jézus a földre jött, ide született. Nem a kis Jézuska, hanem Isten maga. Aki vállalta mindazt a kockázatot, amit az emberi válás jelentett. És vállalta a megmentésünket is, amiért a legnagyobb árat kellett fizetnie. Ez közhelyszerűen hangzik. És lehet erről csak úgy általánosságban beszélni, és lehet belegondolni a mélységeibe. Én gondolom, azért nem olvashatunk a Bibliában Jézus pontos születési dátumáról, mert Isten nem akarja, hogy mindez csupán egy hétről szóljon. Egész évre tervezte a szeretet életrendjét. Nem a szeretet olyan szeretet ünnepe legyen, hanem a szeretetnek egy megélt formája legyen az életünkben. És hozzá kell tennem, hogy nem szeretem a karácsony, mert nagyon sokan, akiknek valóban szükségük lenne a gondoskodásra, csak ebben az időben kapják meg, és ezt is töredékes formában. Ilyenkor megtelnek az öreg otthonok, a hajléktalan szállók, ilyenkor a szükséglakásokba is több csomag jut, és az ember megnyitotja a lelkismeretet, hogy mégis adtam. És akkor most a következő fél évben, három évben nem is kell ezzel foglalkoznom. Azért sem szeretem, mert iparággá válik. Nem tudom, hogy ki szokott ilyenkor vásárolni járni, vagy ilyen áruházakban közlekedni, alig lehet megmozdulni. És olvastam kimutatást arról, hogy hány milliárd forintot, vagy mennyivel többet költünk ilyenkor, mint más esetben. És azért nem jó ez így, mert azt is megfigyeltem, hogy akár a gyerekek számára is nagyon sokszor fontosabbá válik az ajándék, mint maga az ajándékozó. Fontosabbá válik az, hogy ott lesz a fa alatt az, ami nekem örömet okoz, legyen az egy PlayStation, egy MP3 lejátszó, egy valamilyen műszaki cikk, vagy szépészeti termék. Tehát ez fontosabb lesz, mint maga a személy, aki adja, vagy maga a megváltó, aki ott áll a háttérben. És azért sem szerettem a karácsonyt, mert sokszor az ajándékozás az kötelesség. Így illik, és nem a szívemből fakad, adni kell. És hogyha kell, akkor az már eleve, ha muszáj, akkor ott már van egy ilyen kis rossz érzés. Nem tudom, úgy látom, hogy van egy pár bólogató arc, vagy fej. És nem szeretem azért sem a karácsony, mert amikor elmúlik, utána a január az olyan sivárnak, ridegnek tűnik. Pláne most jön a hóesés, elmúlik ez a meleg, napsütéses idő, és akkor jönnek a hideg, fagyos, szeles januári esték. Remélem, hogy azért nem mindenki van úgy, mint én. És legfőképpen azért nem szeretem, mert úgy egy újabb egész évet kell rá várni. És ez, én nem akarok egy évet várni. Én azt szeretném, hogy legyen holnap is karácsony, meg holnap után is. És én azt gondolom, és ez most a lelkesítő része a lehangoló után,
hogy ebben lehet változni és változtatni. Úgyis egy év végén vagyunk, és jön a 2015-ös év, és van egy kedvenc mottóm, egy Lev Tolsztoj nevű elhíresült ember mondta a következőket: ha boldog akarsz lenni, légy az. Ennyire egyszerű. És én ezt néha felszoktam így magamnak is emlegetni: ha boldog akarsz lenni, légy az. És így, ha Tolsztoj gondolatot kicsit mélyebben átgondoljuk, olyan banálisnak hangzik, de van benne valami igazság. Az én döntésemen múlik, hogy merre halad az életem, hogy milyen irányt veszek, hogy milyen eszközöket használok. A Biblia egyébként nagyon egyszerűen úgy fogalmazza meg a szeretet lényegét, nem akarok nagy szavakat használni, inkább idézem az igét, hogy egyenlőséget tesz a szeretet és a szeretet forrása között. És én egy idézetet szeretnék még olvasni az igéből, és utána hozzá egy pár gondolatot fűzni, aztán be is fejezem. Ezt olvassuk az Új Szövetség egyik apostoli levelében, János első levelében: aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Isten a szeretet forrása, Isten egyenlő a szeretettel. Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete, hogy az ő egyszülött fiát elküldte a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Nagyon egyszerűen elmondja itt János apostol a szeretetnek a képletét. Isten szeret minket, szeret engem, ő a szeretet. És ezzel a forrással én kapcsolatba kerülök, akkor nem tudom megtanulni, hogy én is ne szeressek tovább, ne szeressek másokat. A jó hír az, hogy lehet ebben növekedni, lehet ezt tanulni, lehet ebben kiteljesedni, mivel van forrása, és megtalálhatom ezt a forrást, és nem kell emberektől összeszednem minden onnan töredékes formában, hanem van egy tökéletes forrása. Akkor mehetek oda. Tanulhatok onnan, és kiteljesedsz ezek ebben. Nagyon sok mindenről lehetne beszélni egyébként az ünnepek után, és az év végén, de már csak arra szeretnék visszautalni, ami ebben a kis történetben volt, amit hallhattunk Mónitól. Ugye a történetbeli 16 éves kamaszlányt nem az vezérelte, hogy kapjon. Mondhatta volna ő azt, hogy fáradt vagyok, nekem is tele van a hócipőm, én is végigdolgoztam az ünnepeket. Most kicsit kiengedek és magammal foglalkozom. Ez lett volna logikus, hanem azt mondta, hogy én adni szeretnék. Én hálás vagyok ennek vagy annak az embernek, és megkeresem, és megteszem azt, amit tehetek érte. És ahogy el is mondta ott a kis elbeszélés végén, ugye itt legalább három ember örülhetett. Ő is, az a hölgy, akinek az ajándékot készítette, és az a bolti eladó, aki ebben a láncolatban később hát maga is kapott egy elismerést, sőt, még egy édesapa is. Tehát négy ember is örülhetett. És én azt gondolom, hogy alapvetően két embertípus van, és erről a két embertípusról beszélek még két percet. Az egyik embertípus az a hát hiányvezérelt ember, a másik embertípus pedig a növekedés vezérelt ember. Nem mindegy, hogy az életemben a hiányaimat akarom betölteni, vagy növekedni, kiteljesedni akarok, és ehhez tűzök ki célokat. Ha ez a fiatal lány hiánymotiváltként élt volna, azt mondta volna, hogy én nekem fáradtságom van, nekem szükségleteim vannak, ezeket ki kell elégíteni, ez az én hiányom, és én ehhez képest fogok most betöltekezni. Leülni, enni egy jót, pihenni. De növekedés motivált volt. Azt mondta, hogy én szeretnék adni. Nem a szükségleteimre fókuszálok, hanem mások szükségleteire. Nem magam sebeit nyalogatom, hanem odafigyelek azokra, akik körülöttem vannak, és akiknek tudok adni. És mivel ő növekedés motivált volt, és adni akart, és figyelni akart, és fejlődni akart, ezért ebben tudott változni és változtatni. Aki tele van sebzettséggel és hiánnyal, az arra törekszik, hogy ezeket a hiányokat betöltse. A sebeit gyógyítsa, és nem marad ideje a növekedésre. Akit a növekedés, a fejlődés vezérel, az pedig másként fog a jövőre, és a jelenére is tekinteni. A hiány vezérelt ember akkor, amikor hát kielégül a szükséglete, motiválatlan marad. Éhes vagyok, megeszek egy jó tányér pörköltet, és már nem vagyok éhes. Nincs elég szeretetem,
megkeresem a szeretett forrásokat. Valami izgalomra vágyok, bekapcsolom a tévét, és kielégül a szükségletem. Így működik tulajdonképpen minden függő és függőségben élő ember. A hiányait próbálja pótolni, és ezzel telik el egy egész élete. A növekedés motivált ember azt mondja, hogy már tanultam és tanulom, és szeretném megélni a szeretetet. Szeretném megélni, és szeretnék kiteljesedni abban, ami nekem fontos. Vannak céljaim, vannak terveim, és ezekért tenni, lépni akarok. És tényleg zárásul idéznek egy Pál Ferenc nevű lelkigondozó lelkész tollából, egy tényleg rövid gondolatot. Jézus a hegyi beszédben arra szólít fel, hogy ha valaki 1000 lépésre kényszerít téged, menj vele 2000-et. Ha valaki megüti az egyik arcodat, tartsd oda a másikat. Csak hogy egy zárt rendszerben, zárójelben megjegyzem, egy hiánymotivált ember életében, ez az egyenlet nem működik. Mert olyan mértékben sérti az igazságosság elveit, hogy nincs olyan ember, aki így tudna élni. Ez lehetetlen. Hogyan lennék képes arra, hogyha engem megbántanak 70-szer, 7-szer, megbocsássak 70-szer, 7-szer? Ha az életünket ilyen zárt hiányrendszerként éljük, az igazság, igazságtalanság, erkölcs, erkölcstelenség feszültségében, akkor a kialakuló egyenlettel képtelenségnek tűnik békében együtt élni. Ha azonban az életünk egy felfelé nyitott rendszer, minden megváltozik. Ez az üzenet a hegyi beszédben is kifejezésre jut. Jézus olyan egyszerű dolgokat fogalmaz meg, hogy ne azért bocsáss meg, mert a másik bocsánatot kér. Vagy mert nem is követett el akkora bűnt. Vagy mert érdekeit fűződnek hozzá. Vagy mert akkor szeretni fog a környezeted. Hanem azért, mert egy nyílt rendszer része vagy, és Isten is megbocsát neked. Sokkal több esetben, mint ahányszor neked kell megbocsátanod másoknak. Ha tehát neked élő kapcsolatod van a megbocsátó Istennel, vagy ha úgy mondanám, a szeretet forrásával, akkor megoldódik az egyenlet. Akkor nem áldozat vagy, akinek a hátán fát lehet vágni, mert mindent eltűr, vagy Balek, akivel mindent meg lehet csinálni, hanem, fel lehet fejezni a mondatot, hanem egy lehetőség kapujában állok, ahol rengeteg kiváltságos, valóban lehetőségem van arra, hogy tanuljak, fejlődjek, kiteljesedjek. És én ennek az örömét, ennek a lehetőségét, ennek az akár küzdelmes és mégis szép útját kívánom a következő esztendőre mindenkinek. Köszönöm, hogy végighallgattak. Minden győztesnek jár örökre.
Egy bejátszás után kezdődik.